Több mint 120 ezer munkahely szűnt meg az elmúlt 7 év alatt a romániai textiliparban. Azok, akik még az iparágban tevékenykednek, utolsó mohikánként emlegetik magukat. A textilipar, illetve a ruha és lábbeli gyártásának a hanyatlása a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején kezdődött. Akkor zárta be kapuit a marosvásárhelyi Múr és Hull készruhagyár, a kesztyűgyár, valamint a Tudorlakó negyedbeli szövetkezet. Évekkel ezelőtt ebben az épületben működött Marosvásárhely egyik legnagyobb, a bőrszabászatról elhíresült varrodája. Itt több mint 1000 személy dolgozott, ez azonban megszűnt, helyét pedig egy korszerű szállodaépület vette át. Ebben a kis szabóságban folyamatosan zúg a varrógép, a szabómester összetűri az anyagot, megrajzolja a milliméteres pontosságú méretet, majd leszabja a nadrágot. Itt jelenleg ketten dolgoznak, a szakma utolsó képviselőinek tekintik magukat. Iszlai Csaba azt mondja, kevesebb mint 10 év alatt csaknem teljesen kihalt a szakma. A külföldi piacok technológiai előretörése, az olcsó importáru és a szakképzett személyzet hiánya gyakorlatilag tönkretette a textilipart. Romániában fejlesztették a technológiát, és természetesen egyik a másik után bezártak, és azért jöttek a külföldiek, ugye, és nekik az, ugye, hogy ment, mert olcsó munkaerővel, és ment a rendelt szabóság. A rendelt szabóságot ezette meg, és a kilósok persze, az egy a second-hand ruhák, ezek ölték meg a rendelt szabóságot. Tehát a vásárhelyen több mint 30 rendelt szabóság volt 90 előtt, és most azért meg lehet számolni. 2007-ben egyébként több mint 340 ezer személy dolgozott a textiliparban, valamint a ruha és cipőgyárakban. Ez a szám 2014 végéig 120 ezerrel csökkent.